Tisztelt vendégeink, kedves gyerekek és fiatalok! Szeretettel köszöntöm mindannyiukat az Ország közepe több célú kistérségi társulás nevében a mai adventi délutánon. Köszöntöm a mai programban résztvevő kórustagokat, felkészítő tanáraikat, műsoruk művészeti vezetőjét, Street Gábort, a kistérségi fúvós zenekar tagjait, és kiemelt tisztelettel köszöntöm polgármester kollégáimat, valamint mindazokat, akik a rendezvény szervezéséből és lebonyolításából kivették a részüket, és ma is itt vannak velünk. Azt hiszem, abban megegyezhetünk, hogy borzalmas lett az időjárás mára, és egyébként is ilyenkor decemberben általában nagyon hideg van. Van azonban jó is a decemberben. Ilyenkor advent időszakában sok hangulatos rendezvénnyel készülünk az ünnepekre. Ilyen a mai esemény is. Az idei Középpont Fesztivál záró rendezvénye, a Középpont gyermekkórus műsora és a kistérségi fúvós zenekar hangversenye. Harmadik alkalommal kerül sor arra, hogy az adventi időszakban a kistérség általános iskolásaiból alakult kórus koncertet ad itt, Davason. A rendezvény szép példája az összefogásnak, a települések határain átnyúló együttműködésnek, a közös alkotás örömének. Műsorunk előtt felkérem Kőszegi Zoltán urat, Davas város polgármesterét, országgyűlési képviselőt, az Ország közepe több célú kistérségi társulás elnökét, hogy ossza meg velünk adventi gondolatait, majd gyújtsa meg koszorunkon a második gyertyát. Isten hozta mindannyiukat, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm először is a gyermekkórus jelenlévő tagjait, felkészítő tanárokat, az őket elkísérő, őket szerető szülőket, rokonokat, és minden kedves jelenlévőt advent első hetének végén. Itt a mai rendezvénynek otthont adó városban hagyomány már, hogy advent első vasárnapján mindig egy közösségi eseményen, egy adventi estén közösen együtt készülődünk a karácsonyra. Az idei esztendőben a kistérségi kórusnak köszönhetően össze tudtuk kötni a mi városi eseményünket, a mi közösségi együttlétünket egy térségi kibővített együttléttel. Ezért külön tiszteletre és szeretettel köszöntöm a körülöttünk lévő településekről érkezett gyerekeket, szüleiket, pedagógusaikat, mindazokat, akik ma itt vannak, együtt lehetünk advent első hetének utolsó napján. Mint mondtam, Davason ez hagyomány, de nem csak nálunk, hanem Európa szerte hagyomány adventkor együtt készülődni, együtt elindulni azon az úton, ami karácsonyhoz vezet, és ahogy a Középpont Fesztiválnak is a középpontjában a gyerekek vannak, a karácsony középpontjában is a gyermek van, a gyermek Jézus. És azt hiszem, hogy az emberi élet, az emberi közösségek középpontjában mindig is a gyermekek vannak. És ezt soha nem szabad szem elől tévesztenünk, mindig tudnunk kell azt, hogy kik azok, akik fontosak, mi az, ami fontos számunkra. Azt hiszem, hogy ez az időszak, az advent időszak, a karácsonyra való készülődés mindenkiben fel tudja ébreszteni azt az igényt, hogy megtalálja a saját életében az igazán fontosat, és megtalálja, megkeresse azokat, akik számára a legfontosabbak. Egyébként a hétköznapokban, a mindennapokban, a két karácsony közötti időszakban hajlamosak vagyunk arra, hogy rohanunk, a munkánkkal törődünk, a gondjaink, a problémáink, a bajaink elhatalmasodnak rajtunk, és kevés időt töltünk egymással a szereteinkkel, kevés figyelmet fordítunk egymás iránt. Ez az időszak igazán alkalmas arra, hogy szakítsunk ezzel a rossz szokással, és egy kicsit visszatérjünk abba a normális életvágásba, életvitelbe, amikor egymás felé fordulunk, amikor egymás közösségét keressük, amikor egymással közösen készülünk valamire, együtt vágyakozunk valamire. A gyerekek is hosszú heteken keresztül együtt közösen készülődtek, és ugyan ez egy sorozat volt, egy fesztivál sorozat volt, amire készültek, és több településen is felléptek, azonban talán nem véletlen, nem csak a szervezők és a pályázat kiíróinak célja volt az, hanem talán ennél egy magasabb rendű akarat is érvényesül, amikor ezt az egész rendezvénysorozatot itt, advent első hetének végén tudjuk lezárni, ezt a Középpont Fesztivált itt tudjuk befejezni adventkor, a térség középpontjában, a térség közepén, Davason, így együtt,
arra szeretnék mindenkit kérni, és ha megengedik, hogyha megengedhetem magamnak figyelmeztetni is, hogy viszont ne felejtsük el, ne tévesszük szem elől, hogy mi az, amire készülődünk, mi az, amire vágyakozunk. Én köszönöm szépen a gyerekeknek, a felkészítőknek, hogy készültek. Köszönöm szépen a térségi zenekarnak is a készülődését. Köszönöm, hogy igazi odaadással, nagy-nagy szeretettel és természetesen nagy zenei tudással próbálnak meg minket egy kicsit a jó világ felé terelni és kiszakítani a rossz dolgok közül. Azt kívánom, hogy ez a mai esemény erősítse meg a várakozást bennünk, hogy tartson minket a helyes úton, hogy helyes irányba menjünk, és hogy ne feledjük el azt, hogy Jézus születésére készülünk, egy igazi keresztény ünnepre, ami rólunk emberekről, a középpontban lévő gyerekekről, a szeretetről és a szolidaritásról szól. Ezt a barátság és a szolidaritás évében mondom itt Dabason, ne feledjük el ezt soha. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, köszönöm még egyszer ezt a nagyszerű együttlétet, áldott adventet kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon boldog, igazi szeretettel teli karácsonyt, és aztán pedig egy egészséggel töltött, boldog új esztendőt mindannyiuknak. Köszönöm szépen a türelmemnek hallottak. Kedves vendégeink, mai műsorunk két részből áll. Az első a gyermekkórus programja, amelyet a kistérségi fúvós zenekar fergeteges koncertje követ majd. Engedjék meg, hogy bemutassam műsorunk első részének résztvevőit. A kórus tagjai és a felkészítő tanáraik az alábbi iskolákból érkeztek. Második Rákóczi Ferenc általános iskola Dabas, felkészítőjük Kulcsár Boglárka. Gyóni Géza általános iskola, Dabas, felkészítő tanárok Dömök Antalné és Dömök Virág. Múzsák alapfokú művészeti intézmény, Dabas, felkészítő tanárok Sófalvi Szabolcs László, Kugyelka Zsolt, Szabolcs Zoltán. Hernád Pusztavacs közös fenntartású általános iskola, felkészítő tanárok Anka Istvánné és Miklósi Lászlóné. Inárcsi általános iskola, felkészítő tanárok Urbánné Kovács Eszter, Juhászné Harsányi Mária és Tamás Roland. Puszka Hermina általános iskola Örkény, felkészítő tanár Tótné és Somodi Erika. Csurgai Franciska általános iskola Táborfalva, felkészítő tanár Szabóné Nagy Anna Mária. Tatár-Szentgyöldi általános és alapfokú művészeti iskola, felkészítő tanáruk Kulcsár Boglárka. És az Újlengyeli általános iskola, felkészítő tanár Berec Jánosné. A kórus mellett közreműködnek Dömök Virág, ő énekli az anyát, Tar Petra, ő lesz az eladólány, Ambrus Lehel klarinéton és szaxofonon játszik, Gabló Henrik prózában működik közre és énekel, Tóth Ervin pedig szájgobon játszik majd. Szintén fontos szerephez jut a patkózenekar, melynek tagjai Deme Farkas Rita, Furuja Fugola ének, Gyapai Kinga nagybőgő, Tóth Adél ének, csörgők-zörgők, Varró Gyapai Szilvia hegedű, Németh Zoltán elektromos zongora, Dr. Varró Dániel gitár, ukulele és a hangszerelés. Közreműködnek még a Múzsák Alapfokú Művészeti Intézmény növendékei, Illés Kincső és Szanyi Tünde hegedűn, Szabó Ármin gitáron, Béres Beredek marimbán,
valamint Szabó Zoltán igazgatóhelyettes úr csellón. A műsort összeállította, hangszerelte, a próbákat vezette és vezényel Street Gábor. A próbahelyeket a Hernádi Általános Iskola, valamint a Táborfalvi Jókai és a Dabasi Kossuth Művelődési Ház biztosította. A gyerekek és a hangszerek szállításáról az önkormányzatok gondoskodtak, de ezen kívül még nagyon sok vállalkozó segített abban, hogy a gyerekek a próbák alkalmával megfelelő ellátásban részesüljenek. Köszönjük mindannyiuk segítségét! A műsorhoz jó szórakozást kívánok! Lennéle kedvemért felhő, kapkodó szél. Lennéle kedvemért, széllel szálló levél. Lennéle értem, pippan bóbita, ha én lennék az ősz, hűvös sóhaja. Ha te lennél a tél hideg lehellete, lennék kedvedért hullongó hópihek. Lennék kedvedért hófúvás vihara, vagy lennék miattad csipkés zúzmara. Thank you.
Night, 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 night
Ismertem egy királylányt, csudaszép volt, mondta. Pisze orrán szeplőcskék, mint pitypangok a dombon. Hosszú évek óta már szerelmes a szent. Meglátja a királyfit, és elalél mentem, hogy ez hogy is kezdődött. Mikor esett bele tacskó mintás párnáját, miért sírja tele? Elmesélni nem könnyű, sok az apró részlet, és a királylány is megjött, leckéje épp kész lett. Aztán meg a szerelmes, érzékeny egy lélek, mondja hát el ő maga, miről is beszél? Veszem most a szót, hiszen amint látjuk, a szerelmes lányokat be nem áll a szájuk. Királyfinkról tudni kell, hogy bár dicső bátor, s félfogára sem elég, három aligátor. Orvonala görögös, hát egy kicsit sem rusna, esze éles, akár egy pál használt harisnya. Persze az ész nem minden, de ha van sem átok, nem is húzom az időt, hogy ti is lássák. Elindult a királyfi, messze híd határba, szinte suhant földre is, alig ért a lába. Királylányt ment keresni, akit neki szülte, miközben a szülei húsan otthon ülte. Anyám a zenész, ki nem kottalás, se néz, nem kölnékem az.
anyám a motoros, és a képem a szatos, nem kell nekem az. Csak nekünk világítva.
szépség, amikor megjelen. A simításra lassan meginduló kéz, szeretni olyan könnyű, szeretni nehéz. Szeretni olyan könnyű, szeretni nehéz. Hogy terhet vállal, ólom nehezet, mi mindent bír, a gyöngéd erős szeretet, mi mindent bír, a gyöngéd erős szeretet, mi mindent bír. Jó estét, égsföld fia, te vagy a Jézuska, ő Mária. Bátyád aranyos napsugara, hugocskád ezüstös holdsugara. Csícsia baba, ne sírj Máriánál, van vacsora. Tejet iszik az Isten fia, édes tejet ízik Isten fia. Már a katona, hogy elvezett, keres már a gazdag, hogy kinevet, keres a halál, hogy megszeret, keres már a halál, hogy megszeret, zöldállik ágacska, a keresztfát, ébred a magocska, tömis koronát, szeretne mégis ez a világ, szerethetne mégis. Ez a világ. I'm sorry.
Gyászol csak a házat, Isten fiú, szalma a párnát, Isten fiú, szemed fénye a lámpát, Isten fiú. Adjon igaz álmot az éjszaka, meleget a jászol, kicsi szamara. Ájjáj, aludjál, csíja baba, ájjáj, aludjál, csíja baba. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük annak a több mint 200 családnak, akinek az életébe beavatkoztunk. Reméljük, hogy nem bánták meg, és szerintem egy nemes dologra engedték el a gyermekeket. Köszönjük a segítséget minden közreműködőnek, és megpróbálunk elénekelni egy ráadás számot, amit titokban mégiscsak készültünk. Jó? Elfogadják? Köszönjük. Oh,
Nagyon szépen köszönjük, akkor egy nagyon-nagyon régi, ősrégi karácsonyi dalt, a Boncidai Menyecskéket eljátszunk még egyszer. Mm-hmm.